Üdvözöllek, Ortünde vagyok. Egy podcast műsor szeretnénk létrehozni Varjú Vilivel, amelynek a címe az lesz, hogy a Változás kulcsa, ahol feltárjuk azokat az eszközöket és stratégiákat, amelyekkel te is megtalálhatod az utad a személyes fejlődésed felé. Az élet tele van lehetőség, lehetőségekkel és kihívásokkal, és mi segítünk neked megtalálni a kulcsot, ami megnyitja az ajtót a változás felé. Műsorunk célja, hogy inspiráljunk és támogassunk mindenkit, aki kész kilépni komfortzónájából és mer változtatni az életén. Az önismeret és a tudatos fejlődés erejével szeretnénk megmutatni, hogy mindenkiben ott rejlik a változás kulcsa, csak meg kell találni. Mit várhatsz tőlünk? Inspiráló történeteket, olyan emberekkel beszélgetünk, akik sikeresen Átalakították az életüket, és most megosztják veled a titkaikat. Szakértői tanácsadók, pszichológusok, kócsok és más szakértők segítenek abban, hogy te is megtaláld a személyes fejlődésed, fejlődésed útját. Konkrét lépések és stratégiák, amelyek segítenek a mindennapjainkban, és amelyek segítenek a mindennapjainkban is alkalmazni a tanultakat. Emlékezzetek, a változás kulcsa bennetek rejlik. Bízatok magatokban, legyetek nyitottak az új lehetőségekre, és merjetek lépni. Mert az igazi változás az, amikor elindulunk a változás útján, és nem hátrálunk meg az akadályoktól. Az önismeret az én életemet is gyökeresen megváltoztatta. Az önismeret útján való elindulás olyan, mintha egy hosszú felfedező utazásra indulnánk saját belső világunkban. Ez a folyamat lehetővé tette számomra, hogy mélyebben megértsem önmagamat, és felismerjem azokat a mintákat és viselkedéseket, amelyek eddig meghatározták az életemet. Ahogy elkezdtem tudatosabban foglalkozni saját érzéseimmel, gondolataimmal és reakcióimmal, ráébredtem, mennyire fontos a belső világom és annak hatása a külvilágra. Az önismeret segített abban, hogy jobban megértsem a kapcsolataimat, és hogy tisztában lássam, mi az, ami valóban fontos számomra az életben. A legnagyobb változást, amit az önismeret hozott, az az volt, hogy képes lettem felismerni saját értékeimet és céljaimat. Ezáltal sokkal tudatosabban és magabiztosabban tudtam döntéseket hozni, és elkezdtem olyan életet élni, amely igazán tükrözi az egyéni identitásomat és vágyaimat. Az önismeret útja nem mindig könnyű, hiszen gyakran szembesít minket a félelmeinkkel, gyengeségeinkkel, azonban pont ezek a nehézségek teszik lehetővé a növekedést és a fejlődést. A folyamat során megtanultam elfogadni önmagam, a hibáimmal együtt, és az elfogadás felszabadító hatással volt rám. Összességében az önismeret olyan ajtókat nyitott meg előttem, amelyek korábban elképzelhetetlennek tartottam lehetőségeket adott arra, hogy őszinte legyek önmagammal és másokkal szemben. Olyan életet éljek, amely harmonizál az értékeimmel és céljaimmal. Az önismeret által nem csak jobban megértettem magamat, hanem egy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet is kezdtem élni. Szeretnénk azt, hogy minél többen induljatok el a változás útján, és merjetek segítséget kérni, a műsor segítségetekre lesz abban, hogy esetleg kihez fordulhatok segítségért, azoktól a személyektől elő, azokkal beszélgetünk, és hogyha bármiféle ötletetek van, hogy milyen témában legyenek beszélgetések, vagy kit hallanátok szívesen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, úgyhogy nagy izgatottan és örömmel várjuk az első műsor elkészülését, de majd mindenről tájékoztatni fogunk benneteket. Köszönöm a figyelmeteket!